Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Támogatják a magyarokat, sajtótájékoztató a kormány válságkezeléséről. Arcon lőttek egy férfit szedresben, zavarta a hangoskodás a szomszédban, ezért tüzelt az elkövető. Vérplazma adás Szekszárdon, sokat segíthet, aki már meggyógyult a koronavírus fertőzésből. Oroszországba utazhatnak a diákok, különleges konferencián vesznek részt a paksi fiatalok. Visszaadjuk a teljes 13. havi nyugdíjat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz vasárnapi kongresszusán. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője kedden ezzel kapcsolatban azt mondta, a kormány válságkezelő politikája nem a megszorításokról és az adóemelésekről szól, hanem a támogatásokról. A különböző korhatár előtti szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak erre a 13. havi nyugdíjra. A napokban egy teljes havi nyugdíj összegét kapják meg az arra jogosult állampolgárok. A plusz juttatás a rendszeres havi nyugdíjjal együtt érkezik, külön pozitívum, hogy a 13. havi teljes nyugdíjat már a megemelt januári juttatás alapján számolták ki. Többek között erről is beszélt Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a február 15-én tartott sajtótájékoztatón. Az elmúlt évben a magyar gazdaság 7,1%-os növekedése Európa egyik legjobban fejlődő gazdasága volt, ezért nem több részletben kapják meg a nyugdíjasok ezt a 13. havi nyugdíjat, hanem most februárban egy összegbe kapták meg, de ez olyan szinten emelt nyugdíj, hogy januárban már egy 5%-os nyugdíj emelkedéssel is lehetett kalkulálni, és ezt a megemelt nyugdíj elszámolása alapján kapták meg a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. Az özvegyi nyugdíjban, árva ellátásban, a korhatár előtti és szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak a plusz nyugdíjra, ezen felül a rokkant nyugdíjasok rehabilitációs ellátásban részesülők is. Ez Magyarország lakosságának mintegy egynegyedét, Tolna megyében pedig körülbelül 50 ezer embert érint. A 13. havi nyugdíj mellett egyéb jóléti támogatásokat is kaptak az állampolgárok, erről is beszélt Horváth István. A 25 év alatti fiatalok SZIA-mentességet kapnak, a szakmunkás minimálbér 260 ezer forintra emelkedik, és a gyermekeket nevelő családok visszakapják 2021 évben befizetett személyi jövedelem adójukat. A jóléti juttatások bevezetése köszönhető Magyarország erős gazdasági teljesítményének, hiszen 2021-ben 7,1%-kal növekedett a gazdaság kibocsátása. 4411 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.721.483-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 123, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 42.754-re emelkedett. 5291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.384.000-en kaptak. Tolna megyében 144 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 36.450-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Szombaton hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választásokat megelőző kampányidőszak. A jelöltek és jelölő szervezetek ugyanis ekkor kezdhették el gyűjteni a voksoláson való részvételhez szükséges aláírásokat. Süli Jánosnak és Potápi Árpád Jánosnak, Tolna megye 2-es és 3-as számú választókerületi országgyűlési képviselőinek mindössze néhány órára volt szükségük az aláírások összegyűjtéséhez. Február 12-én pontban reggel 8 órakor hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választás kampánya. A képviselőjelöltek ugyanis ekkor vehették fel az aláírásgyűjtő íveket. A Dombóvári Választási Irodában Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője szombaton 250 darab ajánlóívet vett át. Gyűjtjük az aláírásokat, gyűjtjük a támogatásokat. Mi ezt most úgy szeretném megcsinálni, hogy a két város lakosságára, szavazóira számítunk, Dombóvár, illetve Bonyhád esetében. Reméljük azt, hogy egy gyors munka keretében
ezt a feladatot el tudjuk végezni. Hétfőn reggel pedig a jelöltséghez szükséges aláírás mennyiség négyszeresét, 2000 aláírást adott le a dombóvári választási irodában Potápi Árpád János. Szintén mindössze pár óra elegendő volt ahhoz Süli Jánosnak, hogy a szükséges 500 szignót megszerezze. A paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője közel 2000 aláírással érkezett a paksi polgármesteri hivatalba, néhány perccel nyitás után. Kint az atomtéren gyűjtöttünk, Dunaföldváron két helyen és Nagy Dorogon, a többit pedig az aktivistáink, azok a barátokkal házról házra járva megoldották a gyűjtést. Most leadtuk majdnem minden ívet, amit felvettünk, de folytatjuk, hisz ebbe a maradék most már csak ugye 48 nap van. Szombaton volt 50 hátra, az is fontos, hogy a választókkal minél többször találkozzunk. A leendő jelöltek február 25-éig gyűjthetik az aláírásokat. Azt követően 4 napon belül dől el, hogy nyilvántartásba veszik-e őket. Arcon lőttek egy férfit Szedresben. Egy ház előtt beszélgetett az ismerőseivel, amikor éles fájdalmat érzett a feje bal oldalán, ami vérezni is kezdett. Az elkövetőt a szekszárdi rendőrök 1 napon belül elfogták. A lakhelyén tartott házkutatás során egy légpuskát és a hozzátartozó lövedékeket is lefoglalták. Február 10-én csütörtökön késő este érkezett a bejelentés a Tolna megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába a Szekszárdi kórházból, hogy orvosi ellátásra jelentkezett náluk egy 18 éves dunaszentgyörgyi férfi, akit az este folyamán Szedresben az egyik utcán légpuskával arcon lőttek. A férfi elmondása szerint az utcában ismerőseivel beszélgetett, és egyszer azt érezte, hogy az arca bal fele fáj, valamint vérzik. Az orvosi ellátás során megállapítást nyert, hogy egy légpuska lövedék fúródott az arcába, amelyet műtéti úton lehetett csak eltávolítani. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a férfi sérülései 8 napon belül gyógyulnak, az elkövetőt, egy 31 éves szedresi férfit a szekszárdi rendőrök 1 napon belül kézre kerítették. A férfi elmondta, hogy nagyon zavarta az utcán hangoskodó társaság, ezért nem is szólt nekik, illetve rendőri segítséget sem kért, hanem elővette a légpuskáját, és egy alkalommal először a saját udvaráról lőtt a társaság felé. Akkor a sérültnek a kis tehergépkocsiját találta el, majd következő alkalommal az egyik szomszédjához átmászott, és onnan adott le egy újabb lövést. Ez a lövés a sértettet találta el a bal arcán. Az elkövető lakhelyén tartott házkutatás során a rendőrök egy légpuskát és a hozzátartozó lövedékeket lefoglalták. Az esemény során más személy nem sérült meg, viszont a sértett autójában anyagi kár keletkezett. A családi adó visszatérítés, a 13. havi nyugdíj és a béremelések miatt kiugró kereskedelmi forgalomra számít februárban az Országos Kereskedelmi Szövetség. Vámos György főtitkár szerint elsősorban a műszaki cikkek, bútorok, ruházati termékek eladása lendül fel. A szakértő úgy véli, az élelmiszer nagykereskedelem növekedése 5% körüli lesz, míg az előbb említett termékeké akár 8-9 is lehet. A kormány újabb 3 hónappal meghosszabbította a benzinárstoppot, ezzel további védelmet kaptak az autót használó magyar családok, hívta fel a figyelmet Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, kedden közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Kiemelte, az üzemanyagok ára, ahogy az élelmiszereké is, az elszabaduló energiaárak miatt egész Európában emelkedik. Hangsúlyozta, a rezsicsökkentés politikájához hűen a magyar kormány 3 hónapja döntött úgy, hogy a magyar lakosság védelmében beleavatkozik az üzemanyagárakba is. Április 3-án arról is döntünk, hogy egy olyan országban akarunk-e élni, ahol a kormány, ha kell, akkor közbelép, és megvédi a lakosságot az emelkedő világpiaci áraktól, vagy inkább hagyjuk, hogy a baloldal a bajban is újra és újra belerúgjon a magyar emberekbe. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra.
Sokat segíthetnek a súlyos betegek gyógyításában azok, akik legfeljebb 6 hónapja túlestek a koronavírus fertőzésen, és már legalább 3 hónapja meggyógyultak. A konvaleszcens vérplazma adás egy egyedi segítségnyújtási lehetőség, ami akár életeket is menthet, mondta dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi területi vérellátójának vezető főorvosa. Hozzátette, amíg megfelelő mennyiségű ellenanyag van az ember szervezetében, akár 2 hetente is vállalkozhat a plazmaadásra. Adategyeztetés és egy pár gyors vizsgálat, aztán kezdődhet is a konvaleszcens plazmaadása a szekszárdi vérellátó központban. Ez egy olyan készítmény, amit a koronavírus betegségen átesett és abból meggyógyult emberek adhatnak. Szabadszállási Tibor 2021. decemberében kapta el és győzte le igazoltan a fertőzést, és azóta már 3. alkalommal támogatja vérének különleges összetevőjével a rászoruló betegeket. Én a társadalmi felelősségvállalás egyik részének tartom ezt is, tehát ki hogy tud, nem akarok közhelyekbe bocsátkozni, de hát nyilván, hogyha valahol tudok segíteni, akkor úgy éreztem, hogy itt a helyem. Konvaleszcens plazmadonornak minden véradási helyszínen lehet jelentkezni, ahol a személyes okmányok mellett egy olyan dokumentumot is be kell mutatni, ami igazolja, hogy a donor 6 hónapon belül átesett a koronavírus fertőzésen, és már legalább 3 hónapja meggyógyult. Ha valaki elkap egy fertőző betegséget, akkor a szervezet védekezik a kórokozók ellen, ellenanyagokat kezd termelni. Azonban annak a mennyiségű ellenanyagnak a termelése, ami már le is tudja győzni a betegséget, ez egy kicsit hosszabb időbe telik. Hát sajnos előfordulhat, hogy ez idő alatt súlyossá vagy akár halálossá válik a betegség. A konvaleszcens plazmával ezeket a kész ellenanyagokat juttatjuk be a betegbe, segítve őket ezzel a fertőzés legyőzésében. A vérplazma adás során egy speciális készülék segítségével csak plazmát gyűjtenek be. A gép gyakorlatilag azonnal alkotó részeire bontja a vért, így a plazma már egy külön gyűjtőbe folyik, míg a többi sejtes alkotó részét visszajuttatják a donorba. A konvaleszcens plazmaadás egy olyan egyedi segítségnyújtási lehetőség, ami csak azoknak a kezében van, akik átestek a koronavírus fertőzésen. Fontos lenne, hogy a gyógyulásuk után gondoljanak arra, hogy plazmaadásukkal egy semmivel nem pótolható segítséget nyújthatnak a súlyos koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknek. Jelentkezni tehát bármelyik véradóhelyen lehet, ahol megállapítják, hogy alkalmas-e az ember donornak, majd ezt követően egy előre egyeztetett időpontban várják itt, a szekszárdi vérellátó központban. A paksi önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a környezettudatosságra nevelést, ezért az orosz testvértelepüléssel, Novovoronyezzsel együtt a 2 város középiskolásai számára nemzetközi ifjúsági környezetvédelmi konferenciát szerveznek. Paksot egy 10 fős csapat képviselheti. Egy évvel ezelőtt, 2021. február 1-én indultak el az elektromos buszok Pakson. Azóta 10 zöld rendszámú jármű közlekedik a helyi járatok útvonalain. A zöld területek arányának növelésén a zöldítési programon túl ez volt az egyik olyan lépése a paksi önkormányzatnak, amit a környezetvédelemért tett, annak jegyében, hogy Paks 2017 óta a Klímabarát Települések Szövetségének tagja. Szabó Péter Paks polgármestere azt mondta, a környezettudatosságra nevelést is fontosnak tartják. Novoronyezzsel együttműködésben egy pályázati felhívással értünk a paksi középiskolások felé, amely szintén a környezettudatosságra való nevelést célozta meg. A témakörök is ezt elevenítik meg. 7 témakörben lehet pályázni, egy 4 oldalas esszét kell elkészíteniük a pályázóknak, középiskolásoknak, illetve egy PowerPoint anyagot is mellékelni kell, tehát a pályázat részét kell, hogy képezze ez. Paks az atomváros lakosságának ökológiai tudata, a paksi atomerőmű hatása a környezetre. Atomenergia tegnap, ma, holnap. Csak néhány témakör, amik közül választhatnak a pályázók. A legjobb anyagot író 10 diák 10 napos nemzetközi tanulmányúton vehet részt májusban. Alapvetően Novoronyezs és környéke, de nyilván moszkvai látogatás is lesz, 3 napos moszkvai látogatás is tartalmaz ez a kirándulás, úgyhogy, és ott is alapvetően a környezet tudatosságról lesz szó, lesz egy konferencia, amin részt vett ez a 10 diák 120 másik diákkal együtt, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó élményben lesz részük majd az oroszországi utazás során. A paksi középiskolások a pályázatokat március 10-éig küldhetik be a ruf.ferenc@paks.hu e-mail címre.
A pályaművek elbírálásának határideje 2022. március 31-e. Regionális híreink következnek. Költségvetés és gigaadósság, a 23 milliárdos hiány nyomába eredt a pécsi képviselő. Gyúrták és töltötték, 20 csapat versenyzett a Fonyódi Kolbász Fesztiválon. 3,7 milliárd forintból gazdálkodhat idén Siklós önkormányzata, elfogadták a 2022-es költségvetést. Hol van a nyoma a pécsi költségvetésben, hogy 23 milliárdos hiány van a városnak a baloldali városvezetés szerint? Ezt kérdezte a polgári oldal képviselője a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságok közös ülésén. Az önkormányzat pénzügyi főosztályának vezetője számolt be az idei évre tervezett büdzséről, azonban az adósság kérdésére nem tudott válaszolni. Barkóczi Csaba szerint azért, mert nincs is ekkora hiány. Ez a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság közös ülésén készült felvétel a pécsi városházán kedden. Pécs idei költségvetési tervezetéről volt szó. Barkóczi Csaba képviselő arra volt kíváncsi, hol jelenik meg ebben az az óriási adósság, amiről a városvezetői baloldal beszélte a 2019-es önkormányzati választás idején. Péterfi Attila pénzügyi főosztály vezetőjét fogadhattuk arról, hogy hogy áll most jelenleg a városnak az a 23 milliárdos adóssága, amit polgármester úr még 2019-ben a megválasztása után lengetett be. És azt a választ kaptuk, hogy jelenleg ők nem látnak rá a pontos számokra, hogy mennyi az adósság, de pénzügyi főosztályvezető asszony elmondása szerint ez nagyjából 6 milliárd forint körül lehet. A képviselő szerint érthetetlen, hogy mi történt a többi adóssággal. Hogy sikerült törleszteni 17 milliárdot a pandémiától és a baloldal szerint kormányzati elvonásoktól büntetett önkormányzatnak 2 év alatt. Hogyha ez valóban így lenne, akkor az azt jelenteni, hogy Péterfi Attila egy varázsló, vagy pedig kobold, aki képes aranyrudakat teremteni a semmiből. Másik lehetőség pedig az, hogy ismét tetten érhető, hogy Péterfi Attila korábban is és most is becsapja a pécsieket, nem mond igazat, nem volt semmilyen hiányossága a városnak. Páva Zsolt plusz 4 milliárd folyószámla egyenleggel adta át neki ezt a várost, és az, amit akkor kommunikált, ma már pontosan látszik, hogy nem igaz. A város adósságáról, illetve az idei költségvetésről hamarosan újra vitázhatnak a képviselők. Február 15-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a Baranyai megyeszékhely idei költségvetési tervezetét. 20 csapat indult és töltötte a kolbászt a Fonyódi Kolbászfesztiválon. A téli Balaton egyik legnagyobb gasztronómiai eseményét 12. alkalommal rendezték meg. A hagyományőrzés mellett kiemelt cél, hogy népszerűsítsék a 4 évszakos magyar tengert. Nagy gondossággal töltötték a kolbászt a címvédő balatonöszödiek, akik egy bevált és kipróbált recepttel érkeztek az idei Fonyódi Kolbászfesztiválra. A különlegessége az eredetiség és a természetes alapanyagoknak a bemutatása, illetve a kolbászunkban az alapanyagokként csak természetes dolgokat használunk. Ami között megemlítem saját általam termelt fűszerpaprikát, ami egy minőségi fűszerpaprika, azon kívül só, bors, kömény és fokhagyma. A tótkomlósiak is egy összeszokott csapattal vettek részt a kolbászfesztiválon. Hát fontos, hogy fönntartsuk a hagyományokat, a magyar hagyományokat, a kolbásztöltést, a vidagságot, meg mindent. Hoztunk harmonikást is egyébként, minden évben hozunk. A gasztronómiai eseményre az ország minden részéből érkeztek vendégek. Finomak. Mangalica kolbászt kóstoltam itt, aztán másik azért hagyományos kolbász volt. Az is finom volt. A Fonyódi Kolbászfesztivált immár 12. alkalommal rendezték meg. A 3 napos esemény a hagyományőrzés mellett komoly közösségépítő erővel is bír. A mai nap folyamán tele a csarnok, baráti társaságok, egyesületek, civilek töltenek, és a holnapi nap folyamán pedig lesz a Somogyország kolbásztöltő bajnoksága, illetve a balatoni településeké, és a balatoni települések ugye hát egymásra vagyunk utalva, és szinte ez az egyetlen olyan lehetőség, amikor a Fonyódi a Badacsonyival közösen szórakozik, mert egyébként pedig csak távolról integetünk egymásnak, pedig a legközelebbi város Fonyódhoz Badacsony. Az elmúlt években a Fonyódi Kolbászfesztivál a 4 évszakos Balaton szimbólumává vált. A Fonyódi Kolbászfesztivál nem csak kulináris élményekkel, hanem zenei és kulturális programokkal is várta a látogatókat egész hétvégén.
3,7 milliárd forintból gazdálkodhat idén Siklós önkormányzata, a Baranyai település képviselőtestülete a legutóbbi közgyűlésen egyhangú igennel szavazott a 2022-es költségvetésről. Számos fejlesztést terveznek, amit még ebben az évben szeretnének megvalósítani, de a dolgozók megtartása is fontos szempont volt a büdzsé kialakítása során. Régül Gábor polgármester úgy fogalmazott, a fejlesztések, a béremelések és a stabil működés költségvetése az idei. A képviselők két fontos témában hoztak döntést. Elsőként a módosításokkal kiegészítve fogadták el a tavalyi évre vonatkozó költségvetést, majd az idei büdzséről is szavaztak. A testület egyhangulag igennel voksolt a 2022-es előirányzatról. A térség országgyűlési képviselője is részt vett a gyűlésen. Nagy Csaba szerint fontos év lesz ez Siklóson. Ebben a rendeletben minden olyan feladat, amit a város kitűzött maga elé, benne foglaltatik, ha lehet így fogalmazni. Nagyon fontos, hogy mind az önkormányzat, mind a hivatal, mind az intézmények részére elegendő forrás fog rendelkezésre állni. A szükséges források biztosítottak a fizetésemelésekre, az intézmények működésére, és régen látott mértékű fejlesztési rovat is benne áll a számok között, ha lehet így fogalmazni. Ismételten egy kicsit magyartalanul, azt gondolom, hogy Siklós jelentőset fog előrelépni a fejlesztések területén. A képviselők mind a bizottsági, mind a testületi üléseken elismerően nyilatkoztak az idei költségvetésről. Rigel Gábor polgármester stábunknak elmondta, 2021-ben mintegy 2,9 milliárd forintból gazdálkodhattak, idén azonban nagyobb összeg áll az önkormányzat rendelkezésére. Egy 3,7 milliárd forintos főösszegű költségvetésről tudunk beszélni 2022-ben Siklós városa vonatkozásában, és ebből a 3,7 milliárd forintból több mint 1,7 milliárd forintot fejlesztésre, beruházásra és felújításra tudunk költeni. Azt gondolom, ez egy óriási eredmény. Emellett fizetésemelés is jár a hivatali dolgozóknak. A minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedéséhez, valamint az ágazatokban végrehajtott bérfejlesztésekhez képest ezt kiterjesztik minden dolgozóra a város egész területén. Ehhez a képviselőtestület meg is hozta a szükséges döntéseket. Az illetmény alapot a hivatalhoz kapcsolódóan a kollégáknak az illetmény alapját 51 ezer forintról megemelte 60 ezer forintra. Gyakorlatilag lehetővé tettük azt, hogy a költségvetés elfogadásában mi már ezekkel a számokkal számoltunk, gyakorlatilag nagy általánosságban minden kollégánknak egy közel 20%-os béremelést be tudtunk építeni. Ennek az összegnek egy része államilag finanszírozott, egy részét önerőből biztosítja az önkormányzat. A kiadásokon túl közel 120 millió forintot pedig tartalékként kezelnek. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem terveznek hitelfelvételt, nem lesz adóemelés sem, és új adókat sem vezetnek be. Igyekeznek a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél hagyni a pénzt, ami hozzájárul ahhoz, hogy a nyári szezont, illetve az egész évet úgy tudják befejezni, hogyha a bevételek is beérkeznek, akkor a tervezett fejlesztési csomagot végre tudják hajtani. Rigel Gábor úgy fogalmazott, a fejlesztések, a béremelések és a stabil működés költségvetése az idei. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Támogatják a magyarokat, sajtótájékoztató a kormány válság kezeléséről. Arcon lőttek egy férfit Szedresben, zavarta a hangoskodás a szomszédban, ezért tüzelt az elkövető. Vérplazma adás Szekszárdon, sokat segíthet, aki már meggyógyult a koronavírus fertőzésből. Oroszországba utazhatnak a diákok, különleges konferencián vesznek részt a paksi fiatalok. Szerdán napos időre lehet készülni, mérsékelt délnyugati szél fúj majd, éjszaka megvastagszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem hullik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!